Ezt a felhívást tette közzé a napokban a Fehérvíz ZRT. A közleményben azt írják, valakik a cég munkatársainak adják ki magukat, és így akarnak pénzhez jutni. A szolgáltató gazdasági főosztályvezetője azt mondja, lakossági bejelentés érkezett hozzájuk munkatársaik viselkedése miatt. A cég kivizsgálta az esetet és kiderítette, nem végeztek kollégáik vízmérő leolvasást abban az időszakban, amikor az incidens történt. Egy lakossági bejelentés érkezett hozzánk egy környező településről, hogy a Fehérvíz leolvasói leolvasást szerettek volna egy adott háznál végrehajtani, és az ügyfél panaszt tett a leolvasókra. Ekkor mi megvizsgáltuk ezt a bejelentést, felvettük a kapcsolatot az ügyféllel, és elmondtuk neki, hogy ezen a településen ebben az időszakban nincs leolvasás, és biztos, hogy nem a Fehérvíz szakemberei voltak kin. A Fehérvíz ZRT mindenki figyelmét felhívja arra, hogy munkatársaik csak előre egyeztetett időpontban keresik fel ügyfeleiket, és minden esetben munkaruhát, valamint fényképes kitűzőt viselnek a dolgozók. Szeretnék, hogyha óvatosan járnának el, és tudnák, hogy a Fehérvíz szakemberei csak és kizárólag fényképes kitűzővel és munkaruhában mennek ki az adott felhasználási helyekre, mindig előre egyeztetett időpontban mennek, és pénzt soha nem fogadnak el. Ugye előfordulhat, hogy olyan rossz szándékú valaki keresi fel a felhasználókat a szolgáltató nevében, aki nem tisztességesen jár el. A megyei rendőrség szóvivője megkeresésünkre elmondta, az ügy kapcsán végzett adatgyűjtés eredményeként a rendőrök megállapították, hogy bűncselekmény vagy annak gyanúja nem merült fel. Úgy tudjuk egyébként, valószínűleg egy másik szolgáltató munkatársai miatt emelhetett panaszt az ügyfél.